Sokat hallani arról, hogy a kormány eltörölte a diplomaszerzés nyelvvizsgához kötöttségét. Azonban ettől sokkal árnyaltabb a kép. A nyelvvizsga szerepének leértékelődése helyett valójában épp a fordítottja következhet be. Híradunk megkeresett egy nyelvtanárt a témával kapcsolatban, aki elmondta, hogy bár a szabályozás nagyon sok diákot érint, de elsősorban azokra vonatkozik, akik már jelenleg is bent vannak az egyetemeken. Az ő diplomaszerzésük mentesül a nyelvvizsga alól, Viszont a legtöbb egyetemen helyi vizsgák alapján fogják a nyelvtudást ellenőrizni a nyelvvizsga bizonyítvány helyett. Igazándiból a mi intézetünkben ugye gimnazisták járnak, és az ő részükről ez egy kicsikét félreértett dolog, ugyanis azt hiszik, hogy most már nekik nem kell majd nyelvvizsga, viszont tévednek, hiszen ha megnézzük a 2024-től érvényes bejutási rendszert, akkor igazándiból azt lehet látni, hogy az 500 pontos rendszer annyiban változott, hogy eddig azt a 100 pontos részt, amit külön meg lehetett szerezni, azt innentől kezdve intézményi pontrendszernek hívják, míg a korábbi rendszerekben ez azt jelentette, hogy a 100 pontból Középfokú nyelvvizsgára mondjuk 28-at lehetett szerezni, felsőfokú nyelvvizsgára mondjuk 40 pontot lehetett szerezni, de összesen sem lehetett 40 pontnál többet kapni. Tehát, hogyha valakinek már volt egy felsőfokú nyelvvizsgája, akkor úgymond ki is maxolta az összes lehetőséget, amit nyelvvizsgáit szerezhetett. Na most az új rendszerben 2024-től, ha most nézzünk egy példát, megnéztem például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek az új rendszerét, mert már ezek nyilvánosan hozzáférhetőek, akkor azt látjuk, hogy pont az ellenkezője igaz, hiszen egy középfokú nyelvvizsgáért már 38 pontot lehet szerezni, és egy felsőfokúért pedig 50 pontot. Ráadásul a pontok összeadhatóak. A két említett nyelvvizsga bizonyítvány már közel 90 pontot tud érni a korábbi legfejebb 40-nel szemben. A maximálisan megszerezhető pontszám nyelvvizsgából pedig 100, ami két és félszerese az eddiginek, de ez egyetemenként eltérő lehet majd a jövőben. A szakember nem gondol nagyobb változásokat a nyelvtanulási szándékban, továbbra is fontos lesz a nyelvtudás, mind az egyetemekre való bejutásban, mind pedig a munkaerőpiacon. A munkaerőpiacon eddig is nagy elvárás volt egy legalább egy beszélt idegen nyelv. Most nem, a legtöbb helyen egyébként nem is papírhoz kötötték ezt, hanem konkrét tudáshoz. Tehát a felvételén, amikor elment valaki egy meghallgatásra, akkor meg kellett szólalni angol nyelven, vagy pedig már magát a, a jelentkezést is angol nyelven kellett megírnia. Én úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag nem, nem számíthatunk változásra. Az is újdonság, hogy van olyan egyetem, ahol a felvételi pontszámításnál adnak pontot arra is, ha valakinek csak egy szóbeli, vagy csak egy írásbeli nyelvvizsgálja van.